Sziasztok, Andi vagyok! Itt is ennek a Garden of Bombon harmadik epizódjának a harmadik részével. Hogyha esetleg nem láttátok az előző részeket, fönt az ibetűre kattintva be tudjátok őket pótolni, és hát ugye ott maradt abban a játék, hogy sikeresen megmentettük Nobnalénát, és elméletileg most le kell játszanunk majd egy hanglemez, hogy egymásra találjon a kék, illetve a fekete pókocska. Hát kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e ez a terv, mert ugye Bomban azt mondta, hogyha a kék pók rátalál a szerelemre, az igazi társra, ugye Nobnalérára, akkor ha minden igaz, nem fog többet erőszakoskodni, illetve bántani minket. Most a medical szektorban vagyunk, nekünk az aquatic szektorba kellene tovább jutnunk, úgyhogy ha minden igaz, akkor ezzel a gombbal oda is tudunk utazni. Hát kíváncsi leszek egyébként arra, hogy mi fog itt ránk várni. Őszintén szóval ez egy nagyon szép történetnek hangzik, de én úgy gondolom, hogy nem lesz ez annyira szép, mint amennyire ezt elképzeltük, úgyhogy meglátjuk. Na, meg is érkeztünk, és ez az aquatic szektor, ha minden igaz, igen, ott is van Stinger Flynn, hát nála már jártunk, és hogy fogalmazok, nem volt egy szép látvány az a medúza, de most kinyílt itt a pókos hely, és ide kell majd mennünk, ott van fönt egyébként, látom a plafonon a pókot. Még mielőtt oda bemennénk, le kell játszanunk ezt az audio diszket, ugye egy floppit kaptunk, itt. És most bezártak minket ide, úgyhogy gondolom, ide fogja csalni ez a zene a két pókot. Ah, hogy mászik ott fönt! Nobnaléna! Na mi lesz itt? Kijön a fiú pók? És most megfigyelték, ahogy a nőstény és a hím pók egymásra talál. A természet csodája. Ugye milyen csodálatos? Hát na, nem leszek egy jó természetfilm narrátor. De most elmennek innen. Most már legalább nem érzi magát rosszul. Mi ez? Elkapták Bombont? Meg is érdemli. Ah! Mi történik? Ajaj. Lehet, hogy most még erősebb lesz. Mi a fene történt? Ez nagyon rossznak hangzik. Csak a lánypók ment be oda. Remélem nem fog lepetézni. Annak nem örülnék. Hát valószínűleg arra kell mennünk, amerre Nobnab ott maradt. Vajon a pókoknál is van olyan, hogy párosodás után megeszik a fiúkat, mint a sáskák? Mert ha ez történt, az viszont, hogy fogalmazzak, eléggé szomorú. De lett egy parti sapkánk, jéj! És akkor innen vajon merre tovább? Hogyan tovább? Beakadtam ide valamibe, tessék? Mi az? Ne! Ugye nem fogsz bántani? Túl sokáig maradtál itt. Még fel is ajánlottam neked, hogy el is mehetsz innen. Most már nem teheted. De ne aggódj, nem fog tőled megszabadulni ilyen hamar. Egy régi barátnak nagyobb szüksége van rád, mint nekem. Ő is azt szeretné, hogy nyugodt elméje legyen. Ajaj. Meg továbbra is csak az elme állapotát akarja megmenteni. De én ehhez miért kellek? Igen, pihenj egy kicsit és elviszlek oda, ahova menned kell. Hát ez egy sad story. Ez abszolút nem egy vidám történet. Wow, kocsikázunk! Akkor ez jó! Hey, you. You're finally awake. Mi ez a Skyrim reference? Igen, nem okollak téged azért, mert lepihentél. Mikor fogunk megérkezni a strandra, Stinger? Szerintem elvesztél. Á, ott van a csirke is! Együtt utazunk? Itt van Bomban. Ott a csirke, itt van ez a valaki, akivel soha nem találkozunk. Egy dolgod volt, és még ezt is elrontottad. Nem érdekel, hogy mit mondasz. Legalább be tudnál rakni egy kis zenét, amíg utazunk? Hát jó, oké. Erre nem számítottam. Ez egyre furcsább, ami itt történik. Erről beszélek. Tudod, mire gondolok? Azt a mindenit, ez a sikoly beleégett az elmémbe örökre. Fantasztikus. Captain, veled Mizu? Ő a Captain? Captain? Nem beszélsz? Integet. Hú, de fura keze van. Érdekesen néz ki. Rendben, elfogadom egy válasznak. Abba tudnád hagyni egy kicsit a beszédet, hogy a útra tudjak fókuszálni? Miről beszélsz arra, hogy fókuszálnod kell az útra? Körbe-körbe megyünk már egy csomó ideje. Ugye, hogy nem szabad megbízni egy medúzában? És oda visítottam határ. Aj, ne nézz rám így! Igen, azt mondja, hogy most már ide lenne befogni a szádat. Lehet, hogy amúgy ezt nekem mondja. És egyébként is olyan hülyén nézel ki azokkal a sapkákkal a fejeden. Mi történt? Autóbalesetet szenvedtünk? Ez a játék egyre furább, olyan, mintha csak egy paródia akarna lenni.
Ó, és megint medúza lettem. Hát, most nincs nálam a sapka, úgyhogy ne haragudjatok, de most ezt nem veszem föl. A csodálatos polipos medúzás sapit. Megint itt van a csigás rész, de szerintem nekünk ez a csáphoz kell oda mennünk. Csápolni. És itt át tudok menni? Tovább tudok menni? Jaj, tuti, majd megint látjuk azt a nagy csúnya arcot. Már látom magam előtt. Hát nyomjuk meg akkor azokat a gombokat. Van még itt valahol gomb? Á, ott lett egy, oké. Meg ott is van egy. Ezeket sorrendbe kellene? Nem, ott is megjelentek, oké. Ez olyan, mint egy hatalmas nagy nyelv, egy nagy zöld nyelv. Na, itt vajon mi lesz a feladatunk? Wow, oké. Ezeket mozgás közben kell majd eltalálni? Remek! Pont olyan egyszerű ezzel amúgy célozni. Azt is már szerintem eltaláltam. Nem? Oké. Szerintem így most jó kell, hogy legyen a feloldotta a következőt. Jézusom, ezek ilyen gyorsak lesznek? Hát ne csináld már! Ez ilyen esélytelen, hogy eltalált. Ez ilyen lövöldözelés, majd lesz belőle valami. Ez ki találta ki? Mondjuk kettőt már eltaláltam. Lehet hamarabb meg lesz, mint a másik. Oké, időzítés. Gondolom ki kellene számolni, hogy hány másodpercenként lövöm meg, de így egyszerűbb. Ez hülye? Hogy találjam el? Ez csak valami vicc, ugye, hogy nekem ezeket most itt el kell találnom. Ezt a játék se gondolhatja komolyan. Mert erre biztos, hogy nincsen megoldás. Ez a legfurcsább feladat volt. Innen is majd kell nekem ott? Jó, nem kell. Ezektől meg rosszul vagyok. Ezektől a zöld cseppes valamiktől. Hű, hát még jó, hogy nem ágyúval kellett őket eltalálni. Nem tudom, hogy ezt, hogyha nem vagyok polip, hogyan oldom meg másképp? Végre felébredtél. Elkezdtem már nagyon unatkozni, mert az a srácot annyira nem akar beszélni. Meg egyébként is eléggé ijesztő itt, mert hogy a zöld egyfolytában minket néz. Megpróbálnánk innen megszökni. Nem tudhatja meg, hogy életben vagyunk. Ah, oké, vissza kell mindent állítani oda, ahol volt eredetileg, mert különben észreveszi azt, hogy meg akarunk szökni. Ez nem lesz egyszerű, úgy érzem. Tehát elméletileg, ugye itt most figyel ránk egy nagy zöld valami, Jumbo Josh valószínűleg, és amikor lekapcsolja a lámpákat, vagy amikor elkezd villogni a lámpa, akkor fogja megnézni, hogy mi történt itt, és akkor itt kell, hogy legyek a helyemen, amikor jön minket megnézni, de semmi sem mozdulhat el onnan. Viszont gondolom el kell mozdítani itt a különböző tárgyakat ahhoz, hogy megkapjuk a keycardokat, meg a kulcsokat. Á, hogy itt vannak ezek a kockák. Na most ez hova tűnt? Visszakerült oda a helyére. A szürke... Aha, most fog jönni. Ülj le, jön vissza! Hát pedig valami ott szerintem megváltozott. Tehát nagyjából ennyi időm van itt kilogikázni, hogy hogyan fogunk itt tovább jutni. Pedig onnan egy kockát elraktam oda, szóval valószínűleg így el fog minket kapni. Ott néz! Nem lehet így bejönni egy titkos klubba. Oké. Hát ezt kaptuk, haltunk. Remek. Hű, azt hiszem ez a rész olyan lesz, amit nagyon sokszor meg fogok csinálni, és ti majd láttok néhány bénázást, meg a helyes megoldást. Are you cool enough to enter? Most ugye ezeket elraktam. You were cool enough to enter. Oké. Akkor ezek így ide kerültek, és ezeket, hogyha megnyomogatom... oké. Van két narancssárgánk. Na most kérdés, hogy azokat hova kellene nekem lerakni? Így ide? Ezeket nem tudom rápakolni, nem? Hát így tudom csak lerakni. Ja, megnézzük ezekkel akkor itt mit lehet kezdeni. Úgy csak zöldek vannak. You have no cubes to place. Szerintem a zöldeket kellene ebbe a szobába hozni. Mert hogy ott fönt is van egy narancssárga, de hogy oda hogy jutok föl? Lehet a drónom kellene ide? Ezt ki lehet nyitni? Ezt is ki lehet nyitni. Jaj. És ennyi idő alatt kellett volna nekem ezt megoldani?
Hát de hogy? Szürke, zöld, piros, sárga. Szürke, zöld, piros, sárga. Szürke, zöld, piros, sárga. Ide bejövünk, itt összeszedjük a kockákat. Két narancsot egymásra nem lehet rakni, csak a zöldek tetejére lehet mindig egy narancsot rakni. Oké. Ezek így megvannak, ez az ajtó nyitva kell, hogy legyen, ennek viszont majd be kell zárni. Igen. Szerintem itt így át lehet parkőrözgetni. Legalábbis remélem, hogy ez lesz... nem. Hát oda nem tudok felugrani sehogy se. Oda nem tudok. Jön. Jövök vissza! Jó gyerek voltam! Semmi rosszat nem csináltam! Ugye, hogy nem csináltam semmi rosszat, pedig egyébként te tök gonosz voltál velem az előző részben. Most nem is tudom, hogy miért higgyek neked. Azok után, amit tettél! A hülye matek órádra is beültem. Jó. Na. Szerintem ez az egy megoldás van, hogy innen kell, hogy átugráljak oda. Úgyhogy csak ügyesebbnek kellene lennem. Jó, oké, megvan, megvan. Jó. Lehet, hogy nem futottam eléggé neki. Most már van még egy narancssárga kockánk. Megvan most már egy csomó. Gyere, segíts nekem megoldani ezt a megoldást. Tessék. Oké, igazad van. Igen, lehet, hogy nem ez a legjobb alkalom arra, hogy most tanuljunk. Pláne, hogy összefirkált ott mindent. Hát te normális vagy? Ah, és itt tudnánk megszökni, gondolom. Itt így oda be. Azt mondom, hogy jövök ki? Hűha, ezt lehet, hogy akkor kellene, amikor eltűnik a baj. Jó, bezárult ott minden, minden zárva. Ugye valami kis ugratót kell csinálni, hogy oda a baj szobába egyáltalán be tudjunk menni. Akkor ezt itt kinyitjuk. Ott úgy vissza tudok menni. Oké, és akkor itt a drón, és akkor most kellene nekem szerintem megnyomogatni a gombokat. Megvan ez is. Most annak ott mi baja volt? Oké, és akkor már csak ezt a két gombot kellene valahogy ott aktiválnunk. Aha. Oké, és akkor oda kellene valahogy fölmennem. De hát ez így ilyen esélytelen. Ide mindenféleképpen kell ez a kocka. Viszont visszamegyek. Ott azt az egy gombot kell már csak valahogy megnyomnunk, és akkor ott ki fog nyílni az ajtó. És akkor meg tudunk szökni. Hát sose gondoltam volna, hogy egy óvodából ilyen nehéz lesz megszökni. Pedig én egyszer megszöktem amúgy az oviból. A barátnőim, akik szintén ugye abba az oviba jártak, pont az ovinak a hátuljánál laktak. Mármint, hogy így szomszédos volt a házuk az ovival, és átmásztunk hozzájuk. Egyszer megszöktem az oviból, és az könnyebb volt, mert ott csak a kerítésen kellett átmenni. De ilyet sose csináljatok. Bár mondjuk azért bízok abban, hogy óvodás gyerekek ezeket a videókat nem nézik. Hát hogy találjam el azt ott? Ne viccelj már! Kezdek félni, megint le fog járni az idő. Igen, erről beszéltem. És lehet, hogy le fogok bukni. Azt a mindenit, jó. Ne, a kockák! A kockák! A kockák! Ne! Felejtettem azokat ott visszajönni, és nem tudok kimászni ebből a székből, mintha ide ragasztóztak volna. Ó, most kezdhetem az egészet előről. De miért nem enged ilyenkor kiszállni a székből? Miért? 2000 years later. Jó, oké, nem akarok most megint hazárdírozni, mert csak az utolsó gomb van. Én most be is csukom itt ezt az ajtót, visszaszedtem a kockákat, mert úgy tudjuk, hogyha jön Jumbo Josh, akkor onnantól kezdve, ha leültünk, akkor már onnan nem lehet fölállni. Esélytelen, no. Pedig te is segíthetnél amúgy azt a két kockát elszedni. Mi lenne, ha nem én csinálnám meg az összes feladatot, ha?
Hú, ezt most ki kellett adnom magamból. De tényleg elvárja, hogy én csináljak itt mindent. Azt egyébként, azt a gombot ott elérni, azt nem tudom, ilyen 360 fokos fordulásba kellene, miközben még eldalolom a anyám tyúkját, vagy nem tudom, tehát hogy kicsit sok nekem ott az az ugrás, hogy közben nyomjak meg egy gombot is, és egyébként meg ennek a játéknak az irányítása azért nem annyira smooth, de csak sikerülni fog, bízok benne. Jó. Végre jöhetek, köszönöm. Ezt kinyitjuk. Narancsárga kockákat majd felszedjük, és most már csak azt az egy gombot kellene ott megnyomnunk, és több kockát ide nem tudok pakolni, szóval... Jó, meg tudtam nyomni, ezt nem hiszem el, ott azt. Léci drón. Ne, és miért oda kintre rakja amúgy? Hát amúgy lehet, hogy már most vissza kellene mennem inkább, mint hogy itt még a drónnal szenvedjek, mert most ezt megint újból megcsinálni. Kín és szenvedés. Gondolom ez az ajtó fog itt kinyílni. Ha lett egy keycardunk, oké. Kockákat vissza. Ajtót meg becsukjuk. Köszönöm szépen. És ott azt a zöld ajtót kell kinyitni. Gondolom, de én először megvárnám azt, hogy jöjjön, mert nem akarom, hogy aztán emiatt bukjuk el az egészet. Minden maradt ugyanúgy. Megvan a keycardunk. És átverjük Jumbo Josh-t remélhetőleg. Bízok benne. End training. Aha, gyere! Szökjünk meg! Bár nem tudom, miért segítek neked, de szökjünk meg! Hát szerintem csak végig kellene itt futnunk, nem? Gondolom. Azt a mindenit, mennyi lény van már itt. Mennyi csoda lény. Ide kell neked szerintem bemenned, amúgy. Már úgy nem bántásból. Ó, szereztem még egy hangkazettát. Remélem amúgy nem fog rám támadni, és visszatértünk ide! Hát jó, de bemegy a szobájába? Nem, jön velem. Ez a fej. Hova akarsz amúgy menni, te dinka? Mi az a fej amúgy? Miért ilyen boldog? Innen kezdődött ez a rész, ez a játék. Tudatosan ő valahova menni akar? Lehet, hogy oda vissza akar menni a tanterembe. Igen, visszamegy a tanterembe. Remélem ott leszel a negyedik óra előtt. Biztosan nem akarsz erről az óráról lemaradni. Nagyon várnak a gyerekek, hogy visszatérjek, úgyhogy mennem kell. Hát jó! Szia! Hello! Egy élmény volt, tényleg. Köszi, hogy sokat segítettél. Hú, hácskacok, szerintem ennyi lett volna most akkor ez a rész, és akkor a következő részben befejezzük az egész játékot. Hát hogy fogalmazzak, nem volt egyszerű azért Bambalénával, hogy tényleg nem segített nekünk semmiben. De ettől függetlenül egyébként tetszett, hogy volt benne egy ilyen kis rész, ilyet még ugye nem láttunk ebben a játékban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem jól éreztétek magatokat, és akkor hamarosan jövök a folytatással, a befejező epizóddal. Andi voltam, sziasztok!